simján a gyermek, azt mondtam, na mikor nekem bunda kell, én megbórom. Mikor kezdték el a csángós bunda készíteni? Hát mi olyan 30 éve. Azelőtt festett bundákat voltam, 52 éve, hogy dolgozok, és abban maradott volt, mert tudja, hogy volt az a revolúció, és akkor nem vették azt, nem kellett senkinek sem, mindezket a vékoranyagot, azt vették, és nem csináltatták a bundát. 2-3 évig, és akkor aztán kifogtam ezeknek a csángós bundáknak. A menyám himezte, én voltam, nem sok após van, aki a mennyivel dolgozik. Nekem van egy ügyes menyám. Ketten dolgozunk, nekifogtunk, én voltam, ő kezdte himezni. Így reggelenként, mikor felkelünk, akkor az üres elment dolgozni, a feleségem is el. Főz kávét, lehúzza, megígyük, megbeszéljük, hogy na most apuka, ezt csináljuk, énekes Enikő, ezt csináljuk. És akkor aztán fogunk munkának, és csinálgassuk a bundákat. És a kereslet az csak itt a Gyimesvölgyében van, vagy külföldre is visznek? Hát még Kanadában is voltunk. Innát vannak elmenve oda, és vannak táncosok ott is. Megy ott is az ilyen csángós bunda. És Magyarországra, és Németországba, és Svájcba, mindenfelé voltunk. És Ausztráliába is voltunk. Szeretik. Mikor meglássák, hogy milyen bundákat csinálunk, akkor van kereslethéz. Az ember, ha lássa, hogy valakinek jó kedve van, jó kedvel dolgozik. És ha jól tudom, van egy díjnyertes bunda is. Ennek mi a története? Női csángós bunda. Hát itt voltunk többet, és akkor mondták, hogy ezt elviszik, vagy 17 országot járt ezt a kicsi bunda. Magyarországon kapta meg a díjat. A gyimesi népviseletet mi teszi egyedivé? Ez úgy volt, tudja, régebbi öregek, mint csángoson voltak, fehér népek, lányok, mikor fiatalok voltak. És akkor különbözik a felső loki csángós bunda, annak is már más hime van. Középlokinak, a bükkinek és a hidegségének. Onnan tudták meg, hogy felső loki a legény vagy leán, a bükki kékes, a felső loki barnás, a középloki ilyen pirosos, zöldes, a hidegségével egyforma. És a települések ma is ragaszkodnak a színeikhez, motivumaikhoz? Én nem öppe úgy, mint régebb, hogy milyen színűs ilyen-olyan. Megnézi a bundát, vannak itt képek, és amelyiket szereti. Bárányvágás után ugye megkapja ön a bőrt, de bizonyára hosszú az az út, amíg bunda lesz a bárány. Hát igen, hát minden esetre, mikor eljön húsét nagypéntek, elmegyek és megvásárolom a bőröket, a báránybőröket, ahol vágnak, érti, mert vannak olyan, hogy sok jó van, s vágás, 100 darab báránk, még 200-at is. És akkor hazahozom, úgy nyársán, ugye, hogy lehúzzák a báránról, akkor szépen sólásózom a bőrt, az összeset, és összetűröm, és egy hétig úgy tartom összetűrve. Mikor az a hét eljön, akkor felteregetem a rudra, olyan helyre, mint Csürhiába, ahol nem süti a nap. És úgy kiszárod, kell 3 hét, 1 hónap, és amíg a bőr kiszárod rendesen. Akkor szépen leszedem, szedem le, és rakom egymásba. És úgy tartom egy 3 hetet, mit, mikor annyira végzettem, akkor nekifogok, és beasztatom, a bőrt leszedem, érti, és beasztatom. Vízbe, szódás vízbe, mert ugye mocskosok a bőrök, baránkhoz, gany és minden, és az a szép fehér bőrké. Akkor szépen beasztatom szódás vízbe, este, akkor reggel kiszedem, és van egy olyan gépem, amelyikkel lehúsolom, és
még a szőrítés pucollom, érti azt, hogy egy leváratem, akkor szépen elé, úgy mondják, hogy mosószék, súlyok. Itt szépen bevigyük a patakhoz, és ott kisújkolják a fehér népek. És én addig megcsinálom a csáva lávát, úgy mondja, az érelő, amiben belirakom, hogy érelődik. Hát az egy nagy kalt, mondjuk 100 litres, 200 litres, és abból teszek víz, ez savót, tájsavó. És abba teszek sót, és egy kicsi savot, sós savot. Ez 110 éves. Ez az anyósom, anyjának az anyjai, ott úgy mondom, érti, hogy mondom, ne lássé. Ez 110 éves kicsi gondol. És lássé még jó, de ma a kromos az nem, ugye, ez tart sokat. Már az úgy van készítve, savval, nincs megetetve, vegyi anyaggal, érti.